Tisztelt felügyelő úr, püspök urak, miniszter úr, hölgyeim és uraim! Bizony nehéz meghatottság nélkül szólni, amikor egy ilyen régóta dédelgetett álom megvalósulásának a küszöbén állunk. 44 éve kezdődött. 44 évvel ezelőtt, 1972. decemberében a Magyarországi Evangélikus Egyház elnöksége Káldi Zoltán püspök és Mihály Fiernő országos felügyelő javaslatára az országos presbitérium határozatot hozott arról, hogy a már régóta működő két gyűjtemény, a levéltár és a könyvtár mellett létre kell hozni egy múzeumot is. Ezzel a szervezéssel dr. Fabinyi Tibor egyháztörténész bízták meg 1973. január 1-i kezdettel. Sajnos ő már nem lehet ma közöttünk. De, ha jól látom, felesége itt van közöttünk. És engedje meg, hogy munkatársaimmal együtt hadd köszöntsem most külön őt ebből az alkalomból. Talán kevesen tudják, hogy én Vali nénivel nem úgy, csak úgy, mint elődöm, a múzeum alapító Fabinyi Tibor feleségével találkoztam először. Valahogy a sors úgy hozta, hogy 4 éven keresztül az általános iskolában az osztályfőnököm volt. Tisztelt osztályfőnök asszony, tisztelettel jelentem, a házi feladatot elvégeztük. 44 évvel ezelőtt nem volt egyszerű egyházi intézményt létrehozni a 70-es években. A múzeum alapítás indokaként egy hazai egyháztörténeti esemény szolgált. 1973-ban emlékeztünk arra a 450 évvel a múzeum születése előtti szomorú történetre, amely szerint 1523-ban mondta ki a budai országgyűlés a luteránusok fej és jószág vesztésének törvényét. Fabinyi Tibor javasolta, hogy erről országosan megemlékezve látható jelét kell adni annak, hogy élnek még magyar luteránusok. Ezért az akkori országos presbitérium törvénycikk emlékére mondta ki az Evangélikus Országos Múzeum alapítását. A munka nagyon hamar el is kezdődött. A levéltár és könyvtár vezetőivel Fabinyi Tibor megalapította az evangélikus gyűjteményi tanácsot. Megszervezték az egyházmegyei gyűjteményi előadók rendszerét és hálózatát. Egyházi, gyülekezeti, gyűjteményi gyűjtőutakat szerveztek. Néhány lelkes teológus hallgatóval országos utakra indultak, ahol számba vették a kiállításra szóba jöhető tárgyakat, felmérték állapotukat. Káldi püspök a szakmai támogatás minisztériumtól kapott ígéretével akkor így határozta meg a múzeum jellegét. A Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteinek és egyházi intézményeinek tulajdonába lévő egyházi műtárgyak, műkincsek, továbbá műemlékek nyilvántartása, műtárgyak feldolgozása, bemutatása. Gyűjtőtevékenységét, területét pedig így határozta meg: evangélikus egyházi iskola, gyülekezettörténet, egyházi néprajz. Fabinyi professzor választása a Deák téri evangélikus épület együttesre, az ország templomának közvetlen szomszédságára esett. Az épület akkor is a pesti, azaz Deák téri gyülekezet tulajdonába volt, de a kiszemelt földszinten az épületet fölszabdalva számos bérleti helység volt kialakítva. Itt kapott helyet egy virágüzlet, a kézműipari vállalat irodája és a munkásőrség ruharaktára. Hosszas húzavona után sikerült minden érintettel dűlőre jutni és visszaszerezni a helységeket. 75-ben már ezzel a címmel kapta meg a múzeum működési engedélyét.
A végleges jóváhagyás az egyházügyi hivataltól 78-ban került jóváhagyásra. Az építési átalakítási munkálatokat az Országos Műemléki Felügyelőség építésze, Havasi Pál és Grillus Vilmos, a kivitelezést felügyelő építész irányította. Az állandó kiállítást Fabinyi Tibor és Péter Márta rendezte, Havasi Pál belső építész terveivel. Az első kiállítás címe Evangélikusság a magyar kultúrában. Akkor a múzeum és az állandó kiállítás ünnepélyes megnyitójára 37 évvel ezelőtt, 1979. július 27-én került sor. Azonban a sok látogatót vonzó kiállítás és kiállítótér a hosszú évtizedek alatt technikailag elavult, az időszaki kiállításoknak sem tudott helyet adni, és megfelelő rendezvényeknek sem. Így a felújításra és a bővítésre készülve a 300 milliós állami támogatás birtokában a múzeum állandó kiállítását 2011-ben bontottuk le. 38 év működés után. Átmenetileg időszaki kiállításoknak adtunk teret. 3 évvel később azonban, 2014. február 28-án bezártuk a múzeumot, elkezdődött a felújítás. Most, 2016. november 11-én hálát kell adnunk Istennek, hogy újra megnyithattuk az Insula Luterana kulturális központ részeként, kibővült arab területtel, megújult állandó kiállítással, és a pince szinten kialakított időszaki kiállítótérrel, valamint többfunkciós rendezvénytérrel ezt a múzeumot. De milyen is legyen egy evangélikus múzeum ma a 21. században? Mit közvetítsen? Hogyan mutassa be? Kihez szóljon? Hogyan szólítsa meg a közönséget? Ma, 27 évvel a rendszerváltás után elmondhatjuk, hogy egy igen felgyorsult világban élünk. A hagyományok gyors ütemben halványodnak el. A minket körülvevő dolgok egyre gyorsabban avulnak el. A múlt, sőt már a közelmúlt is feltűnően különbözik a jelentől. A dolgok, az események hamarabb és gyorsabban válnak múltá, mint a történelem során eddig bármikor. Egy egyházi múzeumnak ebben a közegben kell ma helytállnia. Fontos volt tehát számunkra is, muzeológusok számára az önvizsgálat. Milyen célt is szolgálunk? Kikhez szólunk? Milyen lehetőségeink vannak? A tradíció és a modernitás örök korrelációjában kellett megválaszolnunk ezeket a kérdéseket. De úgy, hogy közben mindig szem előtt tartsuk a változatlan célt. A tiszta evangélium évszázadokon és stílus irányzatokon átívelő üzenetét. Luther öröksége a címe új állandó kiállításunknak. Luther Márton végrendelete köré építették ezt az új koncepciót. Azonban bármennyire is nehezemre esik most itt megállnom és abba hagynom, a bemutatást most mégis megteszem. Most már önökön a sor, hogy bírálatot mondjanak a munkánk eredményéről. A térből, a Deák Ferenc térből mi egy helyet szerettünk volna létrehozni. Egy egyedi, máshoz nem hasonlítható helyet. És hadd idézem itt Hamvas Bélának a Bor filozófiája című munkájából erről írt pár sorát. A tér és a hely között az a különbség, hogy a térnek száma, a helynek arca van. A tér, ha csak nem kivételes, minden esetben pontos vonalakkal határolható, területe négyzetmilliméterre kiszámítható, és alakja körzővel, vonalzóval megrajzolható. A tér mindig geometriai ábra, a hely mindig festmény és rajz, és nincs belőle több, csak ez az egy. Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. És mielőtt átadnám a szót,
még feladatom, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik részt vettek ebbe a hatalmas munkában. Elsőként említeném Pocner Ferenc és Pocner Ádám építészeket, a Konfektor céget, aki alvállalkozóival együtt megvalósította ezt az álmot, a restaurátorokat, grafikusunkat, Murai Esztert, az enteriőrökben segítő Ágoston Istvánt, képszerkesztésben segítő Rezesi Szabolcsot, fotósokat, videósokat, orgonakészítőket, az éneket, feléneklőket, az alkalmazások készítőit, a fordítókat, a templom makett készítőket, a játék készítőket, a tárgy másolatok készítőjét, és nem utolsó sorban a Teklab, a Mohai Nagy Egyetem, Művészeti Egyetem kreatív technológiái laborjának munkatársait a sok csodálatos digitális alkalmazásért. És végezetül utoljára hagytam, de nem utolsó sorba kollégáimat. Legtöbbet nekik köszönhetek. Zászkoriczky Zsuzsanna és Kertész Botonnak. Azt a sok vitát, szinte veszekedést, ami megelőzte ezt a munkát. Köszönöm nekik is a munkájukat, és mindazoknak a munkatársaimnak a múzeumba, akik a szerződéseket, pénzügyeket és az adminisztrációt végezték. Köszönöm mindennyiuk munkáját. Köszönöm szépen.